kíván! Itt van egy kéményseprő, és a nagyságos igazgató urat keresi. Mi? Kéményseprő? Nincs is kéményünk. Várjon, igazgató úr, megnézem még egyszer. Mégsem kéményseprő, mert ahhoz túl jól van öltözködve. Talán egy szülő az. Meg lett mondva, miszerint a szülőknek meghagyandó, hogy csupán a hivatalos órákban érdeklődendő tanügyben, vasárnap és ünnepnap kivételével minden szerdán. Csak hogy ez mégsem szülő, mert hogy az orrába turkál. Oj, akkor csak diák lehet. Várjon, igazgató úr, mindjárt megkérdezem. Azt mondja, csak annyit mondjak, ő a begele-begele. Begele-begele? Hogy néz ki? Hát, olyan ostobaféle ábrázata van. Értem. Bocsássa be! Begele-begele vagyok. Nem ismeri meg az igazgató úr? Hát, elég tucat ábrázata van, fiam. Úgy látszik, megváltoztam. Na, de mindegy. A tudásomból majd kiderült minden. A tudásából? Nem bátor. Igazgató úr, kérem, én vagyok a begele-begele. Nem vagyok egyátlagos fozon, nem igaz? Hát, kétségtelen, mi szerint, de mindazonáltal. Hát, nem emlékeznek a nevemre se. Na jó, vagy legalább úgy tesznek, mintha nem emlékeznének. Nem csodálkozom, okuk van rá eltűsölni engem. Mindegy, egy szóval, én itt jártam iskolába ezelőtt 18 esztendővel, teljes 6 esztendőt. Nincs kizárva, mi szerint, hogy lehetséges. És most mit kíván? Bizonyítvány másolatra van szüksége? Nem kell nekem a maguk bizonyítványa. Az is visszahozom, amit kaptam. Másért jöttem ide. Abszolút te nem érdekel, de hallgatom. Tekintetes igazgatóság, mint ennek az iskolának volt növendéke. Van szerencsém tisztelettel visszakérni az iskolapénzeket, amiket én ezelőtt 18 esztendővel tandíjgyanát befizettem. Micsoda, kérem? Visszakéri a tandíjat? Igenis. Visszakérem a tandíjakat. A gazdag ember volnék, nem mondom. Itt adnám maguknál. Legyenek vele boldogok. Ott egye meg a fene. De 2 hete banát árulok a körültön. Olyan szegény vagyok. Ezért kérem, nekem szükségem van a pénzre. No, de nem értem. Minő alapon? Minő alapon? Azon az alapon, hogy engem rosszul tanítottak a pénzemért. Nekem kérem szépen, bizonyítvány adtak, hogy én tudtam valamit. És kiderült, hogy én nem tudtam semmit. Hát ezért árulok banánt. No, de hát ez skandalum, kérem, nem értem. Micsoda ötlet? Csak adja maga az ötletet. Nagyon jó ötlet az. Olyan jó ötlet, hogy nekem magamnak nem is jutott volna eszembe. Hála a maguk tanításának, amit ilyen hihetetlen szamár lettem. A Csetovics barátom adta nekem ezt a tippet egy fél órával ezelőtt. Csetovics? Ki az a Csetovics? Hát kérem szépen, Kilomban éppen banát árultam a körúton, amikor hozzám lépett egy úr. És 1/2 kiló banát kért. Mondtam neki, hogy az annyi, mint 2 × 5, szorozva 9500-al, deriválva a kőbb gyökéjével. Kivonva a köszínűzt, az annyi, mint 20 korona lesz. Ekkor elkiáltotta magát. Begele, begele, hát te, banát árulsz? Mondtam neki, csak ideiglenesen, amikor elkezdte nevetni a Csetovics. Elkezdett nevetni a Csetovics? És miért kezdett el nevetni a Csetovics? Hát mondom, én igazgató úr, elmondom én, kérem szépen, mióta jó kinevette magát a Csetovics. Azt mondta, hogy semmi sem tanultál te, begele-begele az iskolában. Nem véletlenül hadsz 1/2 kiló banát, 20 koronáit. Inkább menj vissza az iskolába, és kérd vissza az iskolapénz. Hát, sarkon fordultam is, eljöttem ide. És most tisztelettel kérem a tekintetes igazgatóságot, tessék nekem visszaadni az iskolapénzmet, én nem tudok semmit. Hát, no de hát igazán mi szerint, ilyen esetem még nem volt. A Csetovics azt mondta önnek, no de miféle pénzt, csak nem gondolja ezt komolyan. Hogy nem gondolom komolyan? De milyen komolyan gondolom? És ha nem kapom itt meg az igazságomat, felmegyek a minisztériumba és beperelem az egész mindenséget. Azt a keserves micsodáját, hogy az embernek kilopják a zsebébe a pénzt, és nem tanítsák még semmire. Most meg itt állok, vén szamár létemre, és banát árulok a körúton, pedig iskolába jártam. Ez őrült, illetve ez őrület.
Jó-jó, kedves izé, begele úr, nyugodjon meg! Bízza rám az ügyet, majd kivizsgálom és értesíteni fogom. Mondja, igazgató úr, maga hülyének nézd engem! Hát, illetve dehogy is, kedves begele! Mert én addig én nem mozdulok, míg nekem ezt el nem intézik. Én tanítottak hosszú évekig a pénzemért, hogy tudjak valamit, de nem tudok semmit. Nézze már meg, milyen jó beszélek magyarul. Hát, rosszul tanította, kérem szépen. Hát ezért nekem jusson van visszakérni a pénzt. De hát honnan gondolja ön, hogy ön nem tud semmit? Hogy honnan? Az már nem az én dolgom, hanem a tanár uraké. Tessék engem kikérdezni is, megmondani, mit tudok. Tessék behírni a tanár urakat, hogy vizsgáljanak meg! Minő kínos ügy. No de minő kínos ügy. Hát ön szóval újra vizsgázni akar? Azt én. Jogom van hozzá. Még soha nem volt ilyen esetem. Meg kell kérdezni a tantestületet. Össze fogom hívni a konferenciát. Tessék addig kifáradni az előszobába és várakozni. Hát, csak tessék sietni, mert nincs sok idő. Kolom, 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 kolom. Kérem, hívja be Hornyák, Pemete, Kolmizó, Recege és Dante tanárokat. Rendkívüli konferencia lesz. Igenis, kérem szépen. Kéretem Hornyák, Pemete, Kolmizó, Recege és Dante tanárurakat. Fáradjanak be! Azért hittem a kollégákat, miszerint egy rendkívül kényes ügyet terjesztek a tantestület elé. Tessék helyet foglalni! Megjelent nálam a Begele nevű volt tanulója az iskolánknak, aki a tanügyi szabályzatban elő nem forduló, eddig páratlan esetet jelentett azon kérelemmel, miszerint ez az ember visszakéri az iskolapénzt. Mi? Azzal a megokolással, hogy nem tud semmit. Kérem a tanár urak véleményét erről a rendkívüli esetről. Kérem, hol van Pemete tanár úr? Kérem, kolléga, helyettesítse őt. Pemete kolléga véleménye szerint a kérdés fizikai képtelenség. Az energia megmaradásának elve alapján minden tanuló idővel annyit veszít tudásából, mint amennyit az intézetből kiszorított tanár véleménye ebben az ügyben nyom. Tanár úr! Az újkor története hasonló esetet nem ismer. A burbonokról mondják, hogy nem tanultak és nem felejtettek semmit, de azért nem pörölték a kincstárt, mikor tudományuk következtében a forradalom 1792-ben kitört. Tanár úr! A kérdés az, hogy a tőkét követeli-e vagy kamatos kamataival az egész összeget. A nettó és bruttó kompetenciáról még nem is szólva. Tanár úr! Az előadott kérelménél meg kell vizsgálni az ige ragozását, mert ha a folyamatos múltidőben használta, akkor nincs is miről beszélni. Kérem, kérem, hol van a földrajz tanár úr? Hát... Kérem, kolléga, helyettesítse őt. A kérdés az, hogy hol fekszik az az ember, illetve hogy hol áll most ez a begele? Ül! Kint ül az előszobában. Azt akarja, hogy bocsássuk őt pótvizsgára. A tanár kollégák véleményét óhajtom meghallgatni, erre nézve. Tisztelt konferencia! Véleményem szerint nem veszítünk vele semmit, ha begele volt tanulót pótvizsgára bocsátjuk. Lehetetlennek tartom, hogy megbukjék, és ezzel minket anyagi komplikációk elé állítson. Az illető azóta sok mindent megtanult az életiskolájában, csak arra kell vigyáznunk, hogy ne terheljük őt meg túl nehéz kérdésekkel. Úgy látom, itt egy rendkívül fifikás emberrel állunk szemben, aki mindenáron kompromitálni akar bennünket és pénzhez akar jutni. Lehet, hogy egy konkurens iskola küldte. Ne, hogy gondolja ezt, kolléga? Nagyon egyszerű. Támogatnunk kell egymást. A cél az, hogy begele tanuló semmiképpen meg ne bukjék. Mert ha Begele úr valamire nem tud felelni, akkor mi buktunk meg, és ő nyert. Ezt lehetetlenné kell tenni. Tartsunk össze, kollégák, nehogy országos tanügyi botrány keletkezzék ebből a rendkívül kínos esetből. Akármit felel is a Begele úr, be kell bizonyítanunk, hogy jól felelt. Igen, igen. Nem lesz valami baj belőle? Csak a lapok miatt félek.
Csak nyugodtan bízza ránk a tisztelt igazgató úr. Kolomb. Kérem, bocsássa be a begele tanulót. Igenis, kérem szépen. Tisztelt tanár urak, ezt a konferenciát... Szervusztok, csak üljetek le, taknyósok. Ez a modor. Ez a modor annyit jelent, hogy Begele úr nagyon jól ismeri ennek az intézetnek régi patriarkális stílusát. Tisztában van vele, hogy az iskola ebben a formájában már a klasszikus középkorban is fennállott, amikor tanár és tanítvány kölcsönös szeretetben éltek és tegezték egymást. Nyilván erre akarja felhívni a figyelmünket. Ez a kedves figyelem annyira jól esik mindnyájunknak, hogy azt hiszem nem találok ellenvetésre, ha indítványozom, hogy Begele tanulót, aki, mint ahogy értesítettek bennünket, vizsgázni jóhajt nálunk, magaviseletből már is átengedjük még a vizsgálőt kitűnő osztályzattal. Na jó, fülcsülök az egész tantestületre. A maga vizsgálete nem múlik. Tessék engem megbuktatni és ide adni a pénzemet. Hiszen éppen erről van szó. Az ön méltányos kérését a tantestület bölcs határozat elé bocsátottam, amely úgy döntött, miszerint a vizsga megejtendő és eredményétől teendő függővé, vajon igényjogosult-e, s ha igen, mennyiben teljesítendő? Méltóztassék ezt tudomásul venni. Na! Így van. Na gyerünk! Gyerünk a farbába, mert nekem pénz kell! Gyerünk! Kérdezzetek, tanarak, azaz szamarak! Nagyon kíváncsi vagyok, ki lehet belőlem kapni egy értelmes feleletet? Kolom! A vizsgát tehát ezennel megnyitom. Első tárgy, történelem. Kérem, recege tanár urat, kezdje el a vizsgázó kikérdezését. Parancsoljon helyet foglalni. A fenéket fogok én helyet foglalni. Jó erőbe érzem, mint magam. Ilyen nagyon kitűnő. Begele úr azt akarja közölni, hogy hajlandó a nehéz, fárasztó vizsgát egyenesen állva, csípőretett kezekkel kiállani, megkímélendő bennünket attól, hogy később tornából is le kelljen vizsgáztatni. Ezért indítványozom, hogy tornából jeles minősítéssel engedjük át az igazgató úr mindegyben iskolánk tornatanára beleegyezésével. Tornából jeles. A fenébe. Jó, kifogta rajtam az egyszer. De ne féljenek, most majd jobban fogok vigyázni magamra. Tessék kérdezni. Na, mi a sztori, Mori? Nem készültél? De igen, tessék csak várni. Persze, nem tudsz elég könnyű kérdezni, mi? Mi recege? Mindig ilyen hülye voltál. Hát mondja meg nekem a vizsgázó úr, meddig tartotta a 30 éves háború? Akarom mondani, nem tudom. Csak tessék felelni. Tudja ön biztosan. Akármit. Tessék felelni. Na. 30? Igazgató úr, kérem, így nem lehet vizsgázni. A magyar tanár mindig súg. Tanár úr? El fogom távolítatni. Ugyan kérem, hiszen a jelölt úr nagyon jól tudja. Feleljen! Hogy meddig tart a 30 éves háború? Igen, kérem szépen. Meddig tartott a 30 éves háború? Az kérem szépen... 7 méter! Igen! 7 méter! Persze! Az is lehet, hogy tévedek. Legfeljebb nem sikerült a vizsga, és akkor kérem vissza az iskola... 7 méter? Azt mondta, hogy 7 méter? Nagyon helyes! Jól válaszolt! Mi? A válasz helyes volt, ugyanis a jelölt úr bebizonyította, hogy nem felületesen gondolkodik, hanem alapos komolysággal foglalkozott a kérdéssel. A legújabb kutatások szerint ugyanis az idő épp úgy valóságos dolog, mint a tér és az anyag. Atomokból áll, összefüggő egészet alkot, tehát mérhető hosszmértékkel. Ha egységesítjük a mérésrendszert, kiderül, hogy egy méter hosszmértékben egy évnek felel meg. 7 év tehát 7 méter, és így a 30 éves háború szigorúan véve és alapos megfontolása csak ugyan 7 évig tartott. Mert ha tekintetbe vesszük, hogy a napnak a felét, azaz 12 órát le kell számítani ebből az időből, melyben harcról egyáltalán szó lehetett, a 30 évből így csak 15 év marad.
Na de azt sem töltötték folytonos háborúskodással, mert enni is kellett, ami körülbelül napi 3 órát vett igénybe. Könnyű kiszámítani tehát, hogy a 15 év csak hamar összezsugorodik 9,5-re, és ha ebből még elveszük azt az időt, amit pihenéssel és békés foglalkozással töltöttek a harcosok, akkor hajszányi pontossággal... Hajszányi pontossággal kijön a 7 év, vagyis a 7 méter, amivel a vizsgázó úr megjelölte a 30 éves háború időtartamát. A választ tehát kitűnő, indítványozom, hogy jeles érdemjeggyel bocsássuk át. Igen! Na, de kérem szépen én... Elég! Történelemből jeles! Következik a fizika vizsga. Na, megálljátok! Csirke fogok! Na, mi lesz? Tessék kérdezni! Vagy nem tud? Én már nem érek rá sokat veszekedni veletek, különben már jó emlékszem. Te vagy a Pemete! Tudod, hogy hívtunk? Fülbemászónak! Mert mindig a füledet piszkáltad, mint most! Tudod, kiragasztod a tintatartó fedelét a nadrágodra, amikor orra buktál. Maga? Na, csak ne ugrálj! Kérdezz valamit jó nehezet! Hát, méltóztassék megmondani, jelölt úr, hogy a templomtorony csak ugyan kisebb lesz-e, ha elmegyünk tőle messzire és visszanézünk, vagy csak optikai csalódásból látjuk-e kisebbnek? Micsoda buta beszéd? Honnan tudjam én azt? Ha visszamegyek megnézni, akkor megint nagyobb lesz. Ahhoz, hogy megnézem, hogy kisebb lesz el, oda kellene menni. De akkor, ha oda megyek, már nem kicsi. Szóval, ugye? Marhát kérdeztél mi? Te ló, ez a válaszom. Ez a válasza? Hát rendben van. A válasz helyes volt. Nagyon kitűnő válasz. A jelölt úr azt mondja, hogy ló. Hát kérem a lóról. Na, ló. Azt mondják, hogy búsuljon a ló, mivel fejének térfogata folytán erre alkalmasabban van berendezve. Na már most. Mi van meg, te szerencsétlen? És hogy miért búsul a ló? Általában mi miért búsulunk rendszerint? Mivel valami csalódás ért bennünket. De milyen csalódás érhet egy olyan primitív szemléletű lényt, mint egy ló? Csak érzéki csalódás, mert képzetei nincsenek. Ez az érzéki csalódás pedig csak optikai lehet, mivel a távol lévő tárgyakat a ló kisebbnek látja. A jelölt úr tehát közvetve egész helyesen válaszolt, megállapítva, hogy a ló búsulása, vagyis optikai csalódása arányban áll a tárgyak látszólagos kisebbedésével, vagyis a tárgyak, ez esetben a templomtorony látszólagos kisebbedése optikai csalódásnak tulajdonítható. A válasz helyes volt. Indítványozom, hogy fizikából jeles eredménnyel bocsássuk át! Fizikából jeles! Tiltakozom! Maga csak ne tiltakozzon, hiszen tökéletes választ adott. Következik a földrajzvizsga. Nini, a picegeporet. Hogy vagy picegeporet? Tessék! Te írtál be egyszer az osztály könyvelbe. Te lőkötő! Na megállj! Most kibabrálok vele! Szíveskedjék megmondani, jelölt úr, hogy... Megmondom, ócsém, meg én, nagyon utáltuk téged, mint annyia. Szíveskedjék megmondani, hogy hol van Dél-Afrika? Micsoda buta kérdés, hiszen benne van a válasz. Tehát, hol van? Nyúzna mi, csak hogy kifatyarja belőlem a helyes válasz. A válasz helyes volt. Mi? Kérem szépen, mi van? Ugyanis a vizsgázó úr bizonyította szerénységét, leplezve ezzel hihetetlen tudását, széles fokú tájékozottságát. Hiába, begele tanuló, minket is megszégyenítve, nem a valamelyik világnyelven is érthető nyelven, hanem egy ritkán használt nép nyelvén válaszolta meg ezt az egyszerűnek tűnő kérdést. Ugyanis... Nyúzna Afrika, bosnyákul, Dél-Afrika.
Így javaslom, hogy írjunk be kitűnő osztályzatot ennek a remek tanulónak! Jeles! Főfranc! Jeles! Konstatálom, hogy a vizsgázó eddig fényes eredménnyel ment át a tantárgyakból. Már csak a magyar nyelv és a matematika vizsga van hátra. A fene egye meg! Jobban össze kell szedni magam. Ha így folytatom, mehetek vissza banánt árulni. Kolléga, öné a szó! Kedves Begele tanuló, elemezze nekünk nyelvtani szempontból a Répa retek mogyoró című népi mondást úgy, hogy térjen ki a folyamatos múltidejű igenévi ragozás általános szabályaira. Nagyszerű! Hihetetlen! Ehhez egyszerűen nem tudok semmit hozzátenni. Javaslom a kitűnő osztályzat megadását, valamint, hogy terjesszük fel Begele tanulót irodalmi Nobel-díjra! Kérek mindenkit, hogy eme felemelő pillanatban mindenki őrizze meg a hidegvérét. Micsoda! Kérem szépen, úristen, mi folyik ki? És most következzen az utolsó tantárgy. A matematika! Na, malacpofa. Mert mi téged malacpofának hívtunk, szedőzett maga te is, ha rajtam akarsz kifogni. Mert ami a szantati életi, én már előre kijelentem neked, hogy 2 × 2 = 5, és hogy amit te kérdezel, azt nem szoroz és nem hoz. Továbbá a 3-as szabály szerintem egyenlő az anyacsavara és 8 alma és 2 libacom. Az összesen 36-os rétes. Ezek után szeretném azt látni, hogy fogok én levizsgázni matematikából. Matematik a matematika. Na jó, hát kérem szépen őrizzük meg a vizsga komolyságát. 2 kérdést fogok feltenni, egy könnyebbet és egy nehezebbet. Egy könnyebbet és egy nehezebbet. Te csak a régi vagy, malacpofa. Na, könnyebb kérdés. Ha egy 9,4 kilométeres gőzhenger sugarának a meghosszabbítása 8 millió és 2/3 mérföldnyi távolságban metszi a Sirius csillagnak a naptól való távolsági együtthatóját, kérdés, hányszor foglaltatik egy a gőzhenger felső lapjával egyenlő területű 109 oldalú sokszög befogója annak a kataszteri hivatalnoknak a havi fizetésében, akit 25 év ezelőtt elhagyott a feleség egy búsuló juhász miatt? Hát a kolléga, hát erre még én sem lennék képes válaszolni. Tessék csak hagyni, szabadná kérni még egyszer a kérdést? Nem lehet, vagy figyelt, vagy nem, vagy tudja, vagy nem. Tessék csak feleni, mert ha nem tudja... Már hogy ne tudnám? Persze! Hogy tudom? Meg is mondom... 2629 liter! Pont annyi, ugye? Jó feleltem? Nem, rosszul felelt! 2629,1 liter és nem 29! A vizsgázót nem bocsáthatom át, kénytelen vagyok megbuktatni! Na, ugye? Mit mondtam? Mondtam én, hogy nem tudok semmit! Kérem, tanár kolléga! Nagyon sajnálom, egy teljes tizedes törtel tévedett! Begele tanuló megbukott! Na, kérem, vissza az iskolán mész! Tanár kolléga! Nézetem szerint a jelölt kérése jogos. Miután meggyőzöttem arról, hogy nem tud annyit, mint amennyit kellene, joga van a befizetett iskolapénzhez, amit vissza kell téríteni. Úgy van! Nagyon helyes! Tessék visszaadni! Azt hiszi, kolléga! Feltétlenül! Ez egy magániskola. Mi vagyunk felelősek érte, hogy az intézet hírnevén ne essék csorba. Mondja, Begele úr, mennyi jár önnek? Hát, kérem, én hosszasen 6 évig jártam ide. Fizetem az első 3 évben, 4 évenként 150 koronát, az 4400. A másodikban fél évenként 400-at, az beleszámítva a vizsgadíjat, az 5240 korona, 95 filér. Érettségi díj kérvényekkel és okmányokkal együtt 6546. Összesen 7605 korona a filére leszámításával. Pontosan?
Pontosan! Mérget vehet rá! Úgy van, az összeg pontos! Gratulálok! Ez volt a nehezebbik kérdés! Tessék! Írni ma vizsgázott számtamból átegedni jelessel! Habár a könnyebb kérdésnél valamicskét tévedett, de a nehezebbre, hogy történetesen mennyi járna neki, ha megbuktattuk volna, ragyogóan felelt! Begele úr valóságos zseni a számolásban! Jó kisbottak rajta! Kérdés! Gratulálok! Ezennel kihirdetem a vizsga eredményét. Begele tanuló jeles eredménnyel tette le a pótvizsgát, és ezzel igazolta azt a bizonyítványt, amit annak idején adtunk neki. Fogadja mindannyiunk szerencse kívánását, amikor közöljük, hogy semmi követelésünk nincs egymáson. És most, hogy képzettségéről és tudásáról meggyőződtünk, marsz ki innen, szemtelen csirkefogó! Maga disznó, azt veri mondani, hogy ő nem tud. Meg, hogy én a fülemet piszkálom. Meg, hogy répa retek mogyoró. Mi? Majd adok én neked tinta tartót? Nete! Na megállj, te szemtelen! Még hogy te nem tudsz semmit, mi? Mindig ilyen pimasz voltál, én jól emlékszem rád. Nesze! Jaj! De nem én voltam... Malac pofa, mi? Maga közönséges zsaroló? Nesze! Jaj! Ja, és hogy picege porec? Nesze! És beírom az osztálykönyvbe is! Jaj! Kezicsókolom, tanár urak, kérem szépen, megyek felhasználni a kiváló képesítésemet is a jó bizonyítványal most. Mégis csak biztos hálás barnánt árul!